addigba be. Na jó, ugyos. Na jó, ugyos. Na jó. Jó, kutyi.
túlságosan is biztonságra törekedtem, úgy látom. Túl nagy hézagot hagytam. Nehogy kétszer kelljen vágni. Muszáj ilyenkor mindig bepótolni a másik oldalához, mert ahogy tolom át a faanyag alatt, így sajnos kitol egy kis kavicsot is. Hát igen, csak csavarhúzóval onnan meg ki kéne piszkálni. Ezt így nem tudom összetolni. Hát ez ilyen lesz sajnos, de ebben. Még ide kell majd beszabni egy darabot. Ugye ilyen kiskeny, ilyen kis helyre, ilyen keskeny helyre én nem szabok be semmit, majd ezt valahogy vagy kiöntöm valami cementes valamivel, vagy nem tudom. Itt ugyanez a helyzet. Itt ezt nem is tudtam volna úgy leszabni, hogy ne törjön porrá az egész, szóval ez eleve temető. Ezt esetleg még nagyjából úgy lehetne faricsálni, de majd azt is ki kell tölteni valamivel. Egyébként, ha marad egy pici rés, az különösebben nem lényeg itt, mert itt úgyis a kályha lesz felette, szóval nem hinném, hogy itt akár mondjuk csak a hangya is, vagy bármi is fel akarna jönni. Majd. Mert ha a hangya annyira be akar jönni, az be tud jönni a betonlemez alapnál is, a szélén, utána pedig úgyis megtalálja a módját, hogyha az annyira nagyon be akar jönni. Hát így maradt. Na, még egyet szabunk, és akkor utána már csak egészeket kell lerakni. Ugyanis az a terv, hogy a közepével már azért sokkal gyorsabban fogok tudni haladni. Ugye hát ahhoz, hogy elkezdjem, ahhoz mindenképp ugye kell egy kezdő sor. Ugye ez megtörtént itt, ez már a második sor. De a kezdő sort ugye leraktam ide. Ez a legrosszabb, mint mondtam, aládugdosni úgy a gerenda alá, hogy ez még kellően azért tartson is, vagy hogy mondjam, tehát résmentesen alá szoruljon, úgymond. Viszont nem szeretném olyan nagyon durván alá sem kalapálni, szorítani, mert ugye itt minden gerendának az alján van ez a szurkos történet, nem a szurkos papír, hanem ez a vastag szurkos valami, amit mondjuk lapos tetőfedéseknél szoktak mondjuk kitekerni, aztán ráégetni a felületre, a betonra. És majd, hogyha lesz a padlónak a vás szerkezete, az ugyanúgy minden gerenda, minden szerkezeti elem alulról megkapja ezt a kátrányos történetet. Szóval úgy, hogy azt ne rántsa le és ne sértse meg, de azért mégis alá szoruljon, tehát ezért szoktam csalni, muszáj vagyok csalni, nem csalni, hanem utána még egy kicsit játszadozni vele, mert csak úgy tudom beütni a helyére, hogyha még nem tökéletesen nyomja fel, úgymond a kavics, egészen a gerendáig, úgymond ütközésig, a gerenda aljáig, vagy ha esetleg úgy is lenne, mert úgy van nagyjából beszórva a kavics a gerenda alá, ahogy tolom be a betont, az kinyomja a murvának egy bizonyos részét, úgyhogy mindenképp úgy kell, hogy a kalapát csak kicsit alá emeljek, és alá tunkoljak, és akkor úgy tömörítsek még vissza alá, hogy az teljesen valóban felfeküdjön, és összeérjen a gerenda aljával. És akkor ugyanúgy megcsináltam, ott már elkezdtem, körülbelül odáig haladtam vele. Ezt a sort szintén akkor meg kell csinálnom, ugyanis azért, mert innen kezdve már, úgy, ahogy a kőművesek is szokták, ugye, amikor betonoznak egy nagyobb felületet, hogy csinálnak, hát nem tudom, minek nevezik ezt, ilyen két szamárvezetőt, vagy valami hasonlót, és akkor, hogyha az már ki van szintezve,
közte azt már szépen ki tudják húzni síkba, mert ugye megvan a paraméter itt, meg megvan az a, ugyanaz a magasság, ugyanaz a paraméter itt is. Tehát én is azért csinálom azt, hogy ez a sor, meg ez a sor akkor már meglegyen, közte kitöltöm murvával, tömörítem ezzel a házi barkács eszközzel, de tökéletesen elegendő, tehát békát én ezért most nem fogok bérelni, van házi békám, akkor minek? Ezzel is tudom szépen tömöríteni. És amikor ez megtörténik, akkor szerkesztettem egy ilyen elemet, ami egy maradék anyagom, ami pont befér az a szélső sor, meg ez a szélső sor közé. És akkor ugye ennek mind a két végén van egy ilyen maradvány lész darab, ami úgy lett felcsavarozva rá, hogy az aljától egy 4 cm-re, ugyanis a betonlapok ugye azok 4 cm-esek, tehát innen kezdve, amikor ez a rész felfekszik ide a szélére, akkor 4 cm-es mélységben tudom ugye lehúzni az anyagot, a murvát, tehát innen kezdve megkapom azt a mélységet, ami meghatározza ugye majd a magasságát a közbelső lapoknak is. És ez így működik, és ennek ez a része, ez az alja, ez tökéletesen egyenes. Tehát akkor le tudom húzni hasonló módon, mint ahogy mondtam, mint például a kőművesek a köztes részt, és akkor utána már ezeket csak pakolgatnom kell, esetleg egy kicsit igazítanom, már ugye sor után se kell nagyon mennem, nem kell néznem vonalakat, semmit, mert már az előtte lévő sor megadja, és akkor mindig szépen tudom ügyesen pakolgatni. Tehát ez egy kicsit aprólékos a két széle, de onnan kezdve a közepe már még ide egyet be kell szabnom, viszont onnan kezdve a közepe már azt mondom, hogy oké. Elég jól szépen síkba is lehetett rakni, mert mondom, kíváncsiságból leraktam egy második sort is, mert még az elsőn itt egy picit igazgattam, mert láttam, hogy nem tökéletes, mert úgy csináltam kint, hogy kint mindenképp szükségem lesz arra, hogy túlnyúljon egy olyan 10 centit, pontosan azért, mert ugye, hogy vannak ezek a sarokcsapolások is, ezek a fésűs toldások itt a sarkokon, ugye ezek 10 centit nyúlnak túl, és ezt pont azért is csináltattam így. Egyébként is 10 centire szokták ráhagyni, csak beszokták így vágni ezt a sarkát, meg ezt a sarkát, és akkor kapsz egy ilyen cikcakos, dekoros, elemes valamit, de mondtam, hogy nekem ezt hagyják meg egyenesre. Pontosan azért, mert így, ahogy kitolom a betont is ugye 10 centire, erre fogom ráültetni majd a szigetelést, ez pont 10 centi lesz, tehát 5 centi így, 5 centi így, és akkor utána jön majd rá a külső burkolat. Tehát itt is azért van úgy meghagyva, hogy akkor annyit lógatom ki, és akkor erre majd rá lehet ültetni a szigetelést. Már csak abba bízom majd, hogy a murvám elegendő lesz, mert különben irgum, murvum. Ugyanis alig hordtam be néhány vödörrel, de már a fele hiányzik. Aztán alig kezdtem hozzá a dolgokhoz. Mert sajnos itt nagyon sokat kell alápótolnom. Ugye ott elkezdtem szintezni, mert ott sokkal magasabban volt, tehát ott mindenképp ki kellett kaparnom a földből, itt viszont már nem, csak ezen a részén egy kicsit. Ugyanis a területnek kiszinteztük nagyjából ugye ezt a részt, de egy pici lejtése azért megmaradt, tehát ugye, hogy az épület visszintesen van, nem közel visszintesen egyébként elárulom, de közel visszintesen van, ez azt jelenti, hogy a terület alatta egy nagyon picit lejt, akkor erre felé nyit. Tehát innen kezdve ide lehet látni, hogy azért, hogy 5-6 centi murvát alá kell pótoljak, alá kell toljak. Amit én nem nagyon akartam pont azért, hogy ne fogjon olyan szinten az anyag, de ahogy jövök erre, itt már sokkal jobb lesz a helyzet, főleg így középtájtól, mert itt már azért annyi nem fog alá menni, úgyhogy kérdéses, hogy mennyire lesz elég. Az is lehet, hogy majd még hoznom kell utólag a murva anyját. Úgyhogy majd, ha így van, akkor azt is majd figyelni kell, hogy milyen mértékben fogy, és akkor annak megfelelően majd időben hozni, mert már ide úgy csak el sok. Bár még majd, ha a kabin is ugyanezzel a technikával fog készülni, és ugyanúgy ide menni majd az épület mellé, oda is úgy is kell majd ugye beton pontalapokat csinálnom, arra fogom ráöltetni ugye a sarokpontokon, meg a köztes pontokon az épületet, és akkor közte ugyanígy fogom majd kimurvázni, meg kibetonozni. Csak azt már úgy szeretném, hogyha esetleg, mert ez egy ilyen kavicsos beton, mint láttátok, nem azért, hogy divatoljak, vagy bármi ilyesmi, hanem egész egyszerűen ezt kaptam 4 centisbe. Tehát én 6 centist nem akartam lerakni, pont azért, mert akkor ott már nagyon sokat kellett volna kiszednem a földbe, és nagyon sokat kellett volna szinteznem. Illetve nincs rá szükség, ugye azokat a 6 centiseket szokták rakni, mondjuk már olyan helyre, amin már járművel is fognak közlekedni, tehát az már bírja a komolyabb terhelést is, míg ezek a 4 centisek inkább mondjuk a szaladgáláshoz, a tipegéshez vannak kitalálva,
És az a baj, hogy ebből a 4 centisből én csak ezt kaptam, ami ilyen kavicsos, amire nekem nem lett volna szükségem, de ezt kaptam, úgyhogy ezt kellett, hogy elhozzam, de megpróbálok majd még 4 centist felhajtani. Csak azt olyat szeretnék, hogy ne kavicsos legyen, mert ott a kamra résznél nekem nagyon fontos az, hogy minden reggel majd, ilyenkor nyáron, minden reggel egy kicsit fellocsolnám a betont, és ezzel is azt a párolgást, és ezzel elősegítve azt a jó kis hűvös temperált hőmérsékletet tartva, ami ugye egy kamrába egyébként is mérődő. Amúgy is ez a keleti oldal nem fogja érni a nap, végig egész nap árnyékban lesz, talán egy ilyen reggel 9-ig még rá fog sütni a nap, de a végig tető alatt lesz, tehát egyébként árnyékban lesz, úgyhogy úgy szeretném majd nagyjából hűvösen tartani ott a benti hőmérsékletet, hogy minden reggel fel akarom locsolni, de az kell, hogy sima betonfelület legyen, ne ilyen kavicsos. És akkor annak a párolgásnak megfelelően akkor azt tudom úgy hűvösen tartani azt a helyiséget. De azt is ugyanígy fogom akkor majd ezzel a technikával. Na hát előrejáróban akkor nagyjából ennyi. Én még egy kicsit mojolok, megyek ki vagdosok, dolgozgatok. De ma lesz egy találkozóm is, jönnek nem sokára majd a Gamebankból majd akkor megnézni az alakort, meg a satöbbit. Úgyhogy lesz egy kis adásszünet, illetve nekem még előtte ennem is kéne. Adok szerintem a húgyosoknak is. Ja, dél van. Meg a déli kávé, ugye. Ide tömtem be egy kis sódert, ilyen kis keskeny helyre, már mint Nurvát. Ilyen kis keskeny helyre, ez azt mondom, hogy oké. Okay. Oda a szélesebbre nem. Oda azt majd írjátok meg, hogy mivel. Valamilyen cementes anyaggal ki kéne bélelnem. De mondom, itt úgyis a kályha lesz. Tehát így ezen a részen a kályha lesz. Itt fog jönni egy ilyen fűtött patka. És akkor ott fog majd kimenni, tehát ugye de tetőgerinc környékén fog majd a kémény felmenni. Úgyhogy ez a faelem, ez valószínűleg itt nem is fog megmaradni, ezt ki fogom majd utólag venni, most csak azért hagyom meg, hogy a szintet nekem megadja. Amint megvan ez a sor, sőt, hát amint elkezdem majd kirakni, utána én ezt szerintem ki fogom vágni, már csak azért is, mert akkor több lehetőségem lesz majd a kályhát rakni egy picit errébb. Nem nagyon akarom erre hozni, tehát körülbelül itt lesz majd a széle, de ebbe még pont belemenne, és ennek azért olyan nagymértékű tartó szerepe nincs, szerintem. Ebből a szempontból jó lenne meghagyni. Viszont a hosszát tekintve relatíve vékony keresztmetszetű, tehát el tud ez hajolni, nem olyan merev, és éppen ezért nem gondolom, hogy olyan nagy tartó szerepe lenne itt lent, az alsó részén az épületnek, meg amúgy is rögzítve van, ha jól emlékszem, rögzítve van középen is betondőbellel, szóval elméletileg itt azért ilyen szintű elmozdulásra nem lesz lehetősége az épületnek, tehát én nem gondolom, hogy ez olyan nagyon merevítene, úgyhogy ezt mindenképp kívánom majd kiszedni, de persze az is lehet, hogy ez is még módosulni fog, nem tudom. Mert akkor lehet, hogy megcsinálom úgy, de hát ekkora küszöbet nem fogok meghagyni természetesen. Jó, mondjuk igen, akkor ennek a teteje lejön, mert ugye a padlószint, hát úgy, ahogy az ajtónak az alja van, a padlószint ez valahol ott lesz, tehát na mindegy, majd ezeket úgyis meglátjátok, még én is azért közben okoskodom, meg hát esetleg még kitalálok valami mást is, ötletelek még, ötleteljetek ti is. Mi kell nekem? Egy kis morvesz, még akkor ezt kell bemérnem.
Közben volt egy kis üzemlátogatás is, ugyanis a Game Bankból jöttek megint megnézni az alakort. Hát olyan sok nézni való azon nincsen. Nem, erre gyere. Erre csörög a dió. Szóval megvolt a szaktanácsadás, de most nem is ez a lényeg, hanem csücs. Hanem az, hogy mivel mondtam, hogy én olyan gabonát szeretnék, amit kenyér gabonának is tudok használni, és ebből a szempontból az alakor nem felel meg, most az tök mindegy, hogy megdől, nem dől, hogy most esetleg sűrűn lett vetve, nem menj oda, sűrűn lett vetve, vagy esetleg itt már sok volt neki a tápanyag, szóval itt azért ment a beszélgetés ezzel kapcsolatban, de nem is ez a lényeg, hanem végül is ezt, hogy mondtam nekik, így akkor arra jutottunk, hogy van egy olyan gabonafajta, ami szintén hasonlóan eléggé ellenálló, és az nem dől így meg elméletileg, mint az alakor. Normál esetben ugye ennek se kéne, de az nem olyan zárt, tehát azt nem nehéz megtisztítani, de ennek ellenére azért nem fogékony különösebben a betegségekre. Ez is inkább valamiféle olyan régebbi fajta, ami így jobban ellenáll ezeknek a dolgoknak, és akkor majd abból fogok kapni. Valamikor nyár végén majd szólok neki, konzultálunk egyet, és akkor fogok majd kapni belőle annyit, hogy ahol most a krumpli van, akkor majd ősszel azt oda el tudom vetni. És az olyan lesz, hogy akkor azt meg lehet elméletileg tisztítani, és akkor azt fel lehet használni majd kenyérgabonának is. Bár nem tudom, a beltartalmi érték az pontosan mit akar, ezért lenne jó majd tudni, hogy pontosan ez mi is, mert ő se tudta igazán megmondani. Valami kamut féleséget említett, hogy valami olyasmi, de nem pontosan az. Nem tudom, nagyon képben van gabonában, én nem. Úgyhogy ő ezeket a dolgokat tudja, majd akkor úgyis meg fogom kérdezni pontosan, hogy mégis mi ez, hogy egy kicsit utána tudjak nézni, hogy mondjuk tényleg a tápértékét tekintve ez mit tud, vagy mit nem. De ettől függetlenül, hogyha az tényleg egy olyan gabona lenne, ami tényleg kevésbé fogékony mondjuk betegségekre, viszonylag stabilan terem, még ha nem is annyit, mint a mai konvencionális fajták. A bánkútival ne is gyertek. Tehát nagyon sokan említitek a bánkútit, de nem lehet szerezni. Kifejezetten rákérdeztem annál a cégnél is, az egyik ilyennél, aki a bánkútiból csinál lisztet, darács, stb. És megkérdeztem, hogy esetleg gabonát lehetne tőle szerezni, vagy valahogy van-e erre mód. De azt mondta, hogy a szerződése ugye nem teszi ezt lehetővé, mert eredetileg ezt a bánkúti búzát az illető tulajdonos, vagy aki ezt kifejlesztette, ez a bánkúti, gondolom, ez a bánkúti valaki, ehhez nem járul hozzá. Na most van egy olyan fajta, erről beszéltem korábban pedig, hogy van egy olyan fajta, amit nagyon sztárolnak, meg sok mindenki, ti is ugye emlegetitek, hogy olyat kell, csak hogyha éppenséggel pont az illető megalkotója, kifejlesztője gátolja ennek az elterjedésének a lehetőségét, akkor mi a jó büdös francnak? Na, zárójelbe zárva. De akkor betonozzunk tovább. Tovább. Nem pontosan derékszögű az épületem. Nem néztem meg, ahhoz túl lusta vagyok. Derékszöget oda kéne mondjuk. Ja, de nem tudok rendszer oda rakni, mert ott van ugye az oszlop is. De tökéletesen nem vagyok megelégedve. Már az első sorok letételénél én láttam. Tehát ugye mondtam, hogy 10 centit itt kitoltam, ott kitoltam. De itt, hogyha tartom a 10 centit odakint, sitsz innen, akkor ott már nem pont 10 centire jön ki. És próbáltam egy kicsit visszacsalni vele, tehát azért is raktam le a következő, már a benti első sort, és akkor vissza tudtam egy picit csalni vele, vissza tudtam tolni azt a kintit, ami egy olyan 11,5 centire, vagy valami hasonlóra lógott ki. Tehát lehetséges az, hogy annak ellenére, hogy ez úgy lett géppel kiesztergálva, kimarva maga az épület, de amikor leraktam mondjuk a kezdőket, akkor egy picit tolni kellett volna a sarkokon, nem néztem be derékszöggel, hanem ahogy a csapolások ugye adták magukat, én azért úgy voltam vele, hogy annak helye közel nagyjából derékszögnek kell lennie. Nagy eltérés nincs, csak így, ahogy sorozatosan rakom le ugye a betonokat, azért lehet látni, hogy már egy kis eltérés volt ugye a kezdőnél is. Ez engem olyan nagyon nem zavar. Itt is van egy olyan kis probléma, hogy ahogy rakosgatom már itt a belsőket, akkor folyamatosan az előző sorhoz egy picit jobban csúszik el, és ezt a szélső betonelemet ezt kijjebb kell tolnom, ami nem is baj, mert én most, amikor raktam le ezeket a szélsőket, akkor látom, hogy nem pontosan követi párhuzamosan ennek a faelemnek
az irányát, tehát látszik, hogy csökken folyamatosan itt a túllógás, és megy össze, úgyhogy én arra számítottam, hogy úgyis majd ezeket kijebb kell tologatnom, ütögetnem, csak az a kérdés majd, hogy mennyit. De látszik sajnos már az összetételnél is, hogy itt, hogyha most a fugákat nézem, egyáltalán nem számít, mert ugye erre jön majd a padló szerkezet, meg a padló, de hogyha ott már a fugát nézem, akkor eltolódik, annak ellenére, hogy itt még ezek a hosszanti fugák még tökéletesen vonalban vannak. És ezért is furcsa nekem, hogy folyamatosan rakosgatom szorosan egymás mellé a többi betonelemet, ennek ellenére ez folyamatosan csúszik el. Hát gondolom azért, mert ugye nem tökéletes a derékszög, és akkor egy picit el van mozdulva, akkor innen kezdve már nem úgy illeszkednek a dolgok, illetve nem tökéletes azért a beton elemeknek a széleinek csak a kidolgozása, mert látom néhol, ahol két elemet egymás mellé rakok, csak úgy önmagába, hogy mondjuk a sarka egy picit, tehát nem arról van szó, hogy le van ütve a sarka, vagy bármilyen jellegű gond lenne vele, hanem így a sarkánál így egy kicsit így jön befelé, úgyhogy ha én meg azt akarom, hogy amennyire lehet résmentesen összerakjam, nem tökéletes. Illetve azért igyekszem ugye ennek a szintezésnek köszönhetően tartani a szintet is, ez helyjel közel én azt mondom, hogy alakul is, és rendben is van. Nagyon minimális eltérések vannak, annyira tökéletesen nem is tudom ezt színbe hozni, mivel ilyen kavicsozott ugye a teteje, tehát innen kezdve nem is egyenletes, sima felszín a teteje, és éppen ezért nagyon nehéz is tartani, illetve megnézni azt, hogy mondjuk az egyik egy picit feljebb van, vagy lejjebb van, de alapvetően teljesen jó, tehát erre a geranda, a faszerkezet, ugye ami a padlót fogja majd tartani, az tökéletesen fel fog feküdni. És annak ellenére, hogy ez nem egy egybe kijöntött betonlemez alap, ugye ezt nekem azért kell így csinálni, mert a tervek, az épületnek a tervei erről szólnak, így kaptam meg az engedélyt, hogy az épület maga a betonpont alapokon nyugszik, és akkor úgy kell nekem a padlót kikövezni, vagy valamilyen módszerrel megharácsolni. És annak ellenére, hogy ez nem egy egybe kijöntött beton, ez ugyanúgy stabil lesz, ugye hát akkor is, amikor kint mondjuk leraknak ilyen betonelemeket, vagy kisméretű téglákat, hasonlókat, mondjuk vastagabbakat, amin már járművel is közlekednek, és nem mozdulnak, normál esetben az jól tömörítve van, meg jól le van rakva, akkor ugye azok nem mozdulnak el, még járművel járnak rajta, nehéz járművel, akkor sem. Itt meg ugye erről szó nincs, tehát nem véletlenül nem kellett nekem a 6 centis vastagságú betonlap, és ezért lett kavicsos, aki esetleg nem tudja. Tehát nem azért, mert divatolok, mert mint mondtam, úgyis padló szerkezet alatt lesz, tehát úgyse fog ebből semmi sem látszódni, hanem mert ez volt az az egyetlen fajta, amiből tudtam 4 centis vastagságot venni, mert ide beltére arra, hogy eltepegje, bukvencezzek rajta, nekem bőségesen elegendő a 4 centis is, itt olyan szinten nem lesz terhelve, egy nagyobb teherrel lesz majd ott a kályha, meg mondjuk itt majd ugye a fűtött patka, de alapvetően úgy nagyon nem különösebben lesz ez olyan óriási módon terhelve és nyomásnak kitéve, illetve pontszerű nyomásnak egyáltalán nem, mert mint mondtam, a padló szerkezet az végig fog futni, tehát nem lesz olyan, hogy mondjuk az egyik betonelemnek az egyik részét fogja nyomni valami, másik betonelemnek a másik részét, és akkor esetleg ott megsüllyedhet, hanem egyenletesen, hogy végig fog ülni, végig fog futni rajta mondjuk a szerkezet a padlónak, akkor az folyamatosan szépen oszlatja majd el a teljes terhet, és akkor ugye a szerkezet közé megy majd szigetelés, majd ezt fogjátok látni, illetve a csodaszigetelés, amiről majd később szeretnék beszélni, már csak azért is, mert azért is csodaszigetelés, mert egyébként ez valójában nem is szigetelés, hanem egy kicsit másképp szokták felhasználni, de egyébként én nagyon sok jót hallok, látok róla Észak-Amerikában, Kanadában, ahol alkalmazzák ezeket, ahol emberek kabinokban laknak kint Alaszkában, és ahol van is tél Alaszkában, és nagyon fontos ugye, hogy a padló felől a hideg ne törjön be az épületbe, és annak ellenére, hogy ez egy marha vékony anyag, és mint mondtam, nem is kifejezetten szigetelés, ennek ellenére nagyon, de nagyon képes megtartani a benti hőt, és nem beengedni alulról a talaj felől a hideget, úgyhogy én ezt szintén nagy reményeket fűzök, és igaz, hogy nálam így a padlószigetelés nem lett több, csak 8 centi, mert úgy adja ki az ajtónak ugye az alja, hogy azt még tudjam kinyitni, tehát gondolnom kell még arra is, amit még nem tudom pontosan, hogy mi lesz a padló, a koptató réteg, hogy ez pontosan mi lesz, az lenne a legjobb egyébként, ha PVC-t, illetve a linoleumot raknék le, bármennyire is nem szimpatikus, mert ugye az a legvékonyabb. Még a laminált padló is vékony, de az igazság, hogy ez is ilyen mondva csinált anyag,
A linoleum ugye azért lenne jó, mert ez egy természetes anyag, nem úgy, mint a PVC, erről már korábban beszéltem. Tehát ugyanolyan módszerrel készül, ugyanolyan sajtolással, ragasztással készül, csak addig, hogy a linoleumnál szerves anyagokat használnak fel, a PVC-nél mesterséges anyagokat, lásd, műanyagot is használnak fel. Szóval ez lenne a legjobb, mert az a legvétnyabb, tehát így akkor tudnék nyerni egy kicsit még a szigetelésem. De ha meg hajópadlót akarok, az minimum 2,4 centi, vagy mennyi, vagy én nem is tudom. Lehet, hogy van abból vétnyabb is, biztos van abból vétnyabb is. Na mindegy, ne szaladjunk annyira előre, ez még a jövő zenéje, nekem ezt még ki kell majd találnom, hogy pontosan mi legyen. Már csak azért is, mert akkor annak megfelelően kell kialakítanom ugye a szerkezetnek a magasságát, és akkor ugye azt fogja majd meghatározni, hogy pontosan milyen magasságban lesz majd a padló, stb. Na de dolgozgassunk egy kicsit tovább, mert így sosem végzünk. Mondjuk ma már olyan sok mindenre nem jutok, szerintem. Úgyhogy így azért a középső elemekkel elég jól tudok haladni. Menjél kifelé? Nem. Elég jól tudok haladni. Ja, mit akarok, de hülye vagyok. Ezt még le kell húzni, még le se húztam. Ez a kis házi barkácsos lehúzó is elég jól működik. Itt látszik egyébként, hogy még nem értem hozzá, szóval itt lehet, hogy nagyon mélyen van. Aha, oda tölteni kell. Nagyon meg lett tömörítve. Menjek ki anyagért, pont nincs. Kincs, ami nincs. Menj arrébb. Aggódtam ugye a múrva mennyisége miatt is. Hát még jó az, hogy nem vagyok a területnek, a padlózatnak a negyedénél. Még két sort kell körülbelül leraknom, akkor leszek a negyedénél. De bárki ezt most nem láthatjátok, de így a murvának pont a negyede fogyott el. És ugye nekem még, ahol ti álltok, az a szint, az a rész még nincs kimarva, kikaparva. Szóval ott majd megpróbálok még kevesebbet kikaparni. Jó, persze azért alá kell ágyaznom. Tehát nyilván elsporolni ezt nem lehet. Alá kell azért tolni egy kis anyagot, hogy stabilan álljon a történet. Ja igen, meg még azt felejtettem elmondani az imént, hogy azért ezek a betonlapok ugye egymást is tartják. Tehát akkor, amikor mondjuk ezek a betonlapok már lekerülnek egymás mellé szorosan, úgyhogy ugye összezárnak teljesen résmentesen, akkor azok is tartják egymást, tehát hogyha az egyik mondjuk kezdeni és egy picit megsüllyedni valamilyen okból, nyomásból, egyéb behatásnak köszönhetően, azért a mellette lévő az fogja szintén. Tehát már csak ebből a szempontból is fontos azt, menjél ki, ebből a szempontból is fontos az, hogy fel legyen amennyire lehet résmentesen pattintva kifelé. Menjél ki, na, kifelé. Nem tudom, hogy kint voltam, ebből mit hallottatok. A murvát ecsöteltem csak, hogy úgy tűnik, hogy talán elég lehet. Bár, hogyha a kabint is ilyen módszerrel fogom ugye rakni, akkor majd az alá úgy is kell hozni. Lehet, hogy sokat nem láttok, mert időben azért nincs olyan sok fény. De hát világítok én. A fény az éjszakában. Úgyhogy én körülbelül ezt kívántam így nektek megmutatni. És akkor innen kezdve most már hagyjatok magamra dolgozgatni.
ilyenkor még szépen fogom, aztán sarkokból eltolom az anyagot, hogy tudjam lerakni szorosan egymás mellé a betonelemeket. Ide mondjuk talán egy kicsi jöhet. Pont azért, hogy a két betonelem közé ugye ne szoruljon, és ne tartsa távol a kettőt egymástól. Tehát akkor, amikor rakom le, akkor annyit szoktam csinálni, hogy itt egy picit, még az se baj, ha van egy pici mély árok, így közvetlen a beton mentén, ahogy így az ujjammal kihúzom, de inkább ott legyen egy pici mélyedés, attól én még le tudom rakni úgy a betont, hogy a stabilan álljon. Már egyébként a betont is néztem, hogy vajon elég lesz-e, mert az is így az elején így hirtelen nagyon megfogyatkozik, de hát van itt még. Elméletileg ki lett számolva. Mondjuk az semmit nem jelent, mert én számoltam ki. Szóval maradjunk annyiban, hogy az semmit nem jelent. De hát ha néhány darab lehet egyébként, hogy kell majd, mert én kerekem, ha jól emlékszem, kerekperec 30 négyzetméterrel számoltam. Ami azt jelenti, hogy nem pontos, illetve hát egy kicsit felülszámoltam talán, de csak egy-két darabbal szerintem, ugye ahogy kiadta a betonlap mennyisége. De így, hogy 10 centiket túllógattam, én azt szerintem nem számoltam bele. Szóval innen kezdve én nem gondolom, hogy elég lesz. Bízom benne, hogy tudok majd még venni. Egyébként, ha nem kavicsost, engem az se érdekel, mert mondom, itt ugye nem fog látszódni belőle semmi. Szóval, hogyha sima beton lenne, az lenne jó, mert hát gondolom, hogy az olcsóbb valamivel. De majd meglátjuk. Úgy is kell majd vennem ugye a kabin alá előbb-utóbb, bár most, amíg ott nem tartok, addig nem akarok ezzel foglalkozni. Mert igazság szerint, hogyha ugye megvan a padló teljes mértékben, akkor ami nagy projekt, úgy értem, hogy ami sokáig tart, az a kályhának az összerakása lesz, mert ugye azt nem lehet egyszerre felhúzni, felfalazni, mert ezt ki is kell találjam. A koncepció az megvan, csak a méretezés nincs még meg. Ez függ attól, hogy a samottégla is milyen méretű, hogyan tudom összerakni a tűztérnél a dolgokat, és akkor ugye körbefalazni kisméretű téglával, bla bla bla. Tehát azt egyszerre nem fogom tudni felhúzni, felfalazni, annak idő kell, ahogy rétegeibe lépcsőzetesen majd összerakom. Meg majd a aksi, te vaksi. Még jó, hogy ilyenkor sípol a kamera, mert különben fogalmam nem lenne róla, aztán menne itt a monológ. Egyébként már lassan a végéhez közeledtem éppen. És már se tudom, hogy miről beszéltem, muszáj leszek visszanézni, hogy befejezzem. Nem. Hogy befejezzem. Megvan. Meg majd. Eddig megvan. De hogy mit akartam meg majd, azt nem tudom. A KH-ról ugattam, érjétekben ennyivel, majd lesz belőle egyszer valamikor valami, mert azt azért jó laposan végig kell majd gondolnom. És akkor utána most, hogy mivel fogom majd folytatni pontosan, azt nem tudom. Igazság szerint akkor jó lenne már ugye itt letisztázni annyira mindent, egy kicsit kitakarítani. Ja, hát a padló, igen, utána, hogyha a KH megvan, akkor le tudom rakni a padlót, a szigetelést, a koptatót, illetve mielőtt a koptatót lerakom, szeretnék legalább egy rétegű festést csinálni, mondjuk fehérrel, úgyis szerintem fehérrel lesz majd kenve itt bent minden, tehát nem marad ez a hagyományos fa szín, már csak azért is, mert néhol kicsit zöldes, bár ezen az épületen ez kevésbé látszik, de én azért, néhol azért látszik. Ugye az integrálásnak a rovar meg lángálóság miatt, de nem vitték nagyon túlzásba, nem úgy, mint mondjuk a kabinnál, ahol tényleg tisztességesen meg volt csinálva, ennél az épületnél már látszik, hogy nem. Szóval azért egy rétegbe szeretném addig kifesteni, amíg mondjuk a végleges padló nincs bent, hogy ne kelljen takargatni, de ahhoz, hogy egy rétegű festést megcsináljak, ahhoz akkor először a tetőszigetelést is meg kell csinálni, hogy aztán megkapja a belső burkolatát, és akkor utána le tudom egy rétegbe kenni az egészet. És akkor utána jön majd az, hogy az lesz a kérdés, hogy most folytatom-e bent, tehát a benti dolgokat,
vagy pedig kint a szigetelést megcsinálom körbe, inkább azzal kéne, hogy a kint a szigetelés akkor meglegyen, mire bejön majd a rossz idő, mert utána, ha bejön már a rossz idő, akkor már ugye elméletileg van kályha, amit majd le kell tesztelni, ki tudja, működni fog-e vagy sem, ugye az akkor fog kiderülni össze, amikor bejönnek az első hideg idők, meg akkor már ugye bent tudok dolgozni. Viszont akkor jó lenne a szigetelést megcsinálni, csak még mindig nem döntöttem el, hogy hogyan fogom burkolni az épületet. Mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk kőpor lesz, vagy ez a vályogvakolat, vagy mit tudom én, micsoda. Vályogvakolatot nagyon nem szeretnék, mert nem akarok mészvakolatot, jobban mondva. Minden évben meszelni kelljen, tehát én azért akartam kőport, mert az ugyanúgy lélegzik, és ugyanolyan fehér hatású, mint az a parasztház stílus, amit én szeretnék megvalósítani. Szóval még én gondolkodom fa burkolaton is, de majd meglátom, nem tudom. Fogalmam nincs. Csak ugye, hogyha faburkolatot szeretnék, az meghatározza azt, hogy akkor a szigetelésként hogyan rakom föl. Mert akkor kellenek párnafák bizonyos X távolságonként, amihez tudom majd rögzíteni a faburkolatot. Ha pedig nem, akkor elég a szigetelést rögzíteni, és akkor azt lehet egy gyenge misunggal, vagy valami hasonló kis csapkodós bizbasszal, meg mészvakolattal, és ja, nem, akkor nem. És akkor utána kőporra rámenni. Szóval nem tudom még. Majd kiderül, hogy pontosan mi lesz. De hát ugye még közben azért van egy kis dolog, ugye egy kis kaszálás is lesz még elméletileg az idén. Most már tényleg le kell mennem a lucernát is kaszálni. Úgyhogy ezt is fel kell függesszem, segítek másnak is kaszálni. De mondjuk az csak egy fél nap, egy nap elméletileg. Szóval nem tudom, hogy fogok tudni haladni, mert mint látjátok, június 6-a, 7-e, akár hanyadika van, és még csak most érek ide. Jó, mondjuk haladós. Tegnap este kezdtem el, késő délután kezdtem el. És ugye ma is volt egy kis program, ami megakasztott mondjuk egy másfél órára. De ettől függetlenül azt mondom, hogy elég haladós. Na, dolgozom. BKV, vagy mit tudom én.